Jó estét kívánok! Először is elnézést kérek, hogy nem tudok személyesen jelen lenni, és a technika segítségével tudok csak bekapcsolódni, de egyszerűen nem tudom megoldani, hogy felutazzak Pestre. Az Igazgyöngy Alapítvány ugyanis 250 kilométerre a fővárostól működik, Berettyóújfalu térségében. A szervezők azt kérték tőlem, hogy arra a kérdésre válaszoljak, hogy mi lenne az a három dolog, amit a kormánynak a szegénységben élő gyermekvállalásával kapcsolatban meg kellene tennie. Hát amikor elgondolkoztam rajta, akkor nyilván az jutott először eszembe, hogy a kormánynak talán a legfontosabb dolga az lenne, hogy a szegénységet megpróbálja valahogy kezelni. Nem mondom, hogy megszüntetni, hiszen ezt tudjuk, hogy megszüntetni sosem lehet, mindig lesznek a társadalomnak a perifériájára szoruló emberek, de nem mindegy, hogy ez az arány mekkora. A mostani kormányzatban azonban nem lehet látni semmiféle olyan stratégiát, ami abba az irányba mutatna, hogy a szegénységben élő gyerekekkel és családokkal valamit kezdene, vagy valami kiutat tudna mutatni. És különösen ambivalens érzés ez, ezt akkor megélni, amikor az ember azt hallja, hogy a 2018-as év az a családok éve lesz, és hogy mennyire fontos a gyermekvállalási kedv növelése. Csak éppen az nincs mögé téve, és az burkoltan kihallja az ember belőle, hogy nem mindegy, hogy melyik társadalmi csoportban szeretnék, hogyha a gyermekvállalási kedv növekedne. És különösen elkeserítő az, hogy az ember azt látja, hogy ahol van gyermekvállalási kedv, de szegénységgel párosul, ott ezek a gyerekek ott vannak hagyva, és tulajdonképpen semmi olyan dolog nem történik, ami nekik esélyt adna, hogy ne újra termeljék azt a nyomorúságot, amiben a szülők élnek. És hát ide nyilván nem tudok olyan tényezőkön túllépni, mint a lakhatási szegénység megszüntetése. Most épp egy olyan rendezvényen voltam, ahol több kisgyermekes anyuka, szegénységben élő kisgyermekes anyukával beszélhettem, és mindannyian azon törik a fejüket, hogy hogyan lehetne valahogy változtatni azon a helyzeten, hogy még mindig a szülőkkel együtt élnek, és gyakorlatilag esélytelnek arra, hogy változzon a helyzet. És ez nem jó irányba visz, mert ahol mondjuk két gyerek van, ott nem tudnak egy olyan ingatlan, még egy használt ingatlan sem megvásárolni, ahol mondjuk a fürdőszoba biztosított. Tehát egyszerűen nagyon kevesen tudnak a csokkal élni ebből a társadalmi csoportból. Aztán nyilván a gyerekvállaláshoz nagyon szorosan kapcsolódik az étkezés is, az éhezés kérdése, a minőségi és a mennyiségi éhezés, a minőségi éhezés, ami már magzati korban is befolyásolja ezeknek a gyerekeknek az egészségi állapotát, vagy ha összefoglalva akarnám mondani, akkor azt mondanám, hogy mindazok a fizikai feltételek, amelyek ma a szegénységben, a generációs szegénységben élő, a leszakadó térségekben élő családokat jellemzik, azok jellemzően nem gyermekbarát környezetek, és nem látni azt, hogy a kormány miféle intézkedéseket tervezne arra, hogy ezt a problémát valahogy kezelje. Második dolognak azt írtam föl, hogy a fejlesztéseket kellene átgondolni. Összefügg nyilván az előzővel, amit most mondani fogok, de főleg a szegregátumokban, a leszakadó térségekben élő gyerekek nem jutnak hozzá azokhoz a fejlesztésekhez, amit egyébként a rendszer lehetővé tenne számukra. Gyakorlatilag értelmezhetetlenné válik a korai fejlesztés, a kisgyermekkori fejlesztés, és az óvodák és az iskolák szegregáltak, ami a későbbi korosztályok számára sem tud olyan fejlesztést biztosítani, amire szükségük lenne. Azt is meg kell jegyezni, hogy óriási a szakember hiány ezekben a térségekben. Nemrég voltam a Gyerekesség Bizottságnak az egyik ülésén, és ugye a gyerekesség programok az idén a család segítő szolgáltatások fejlesztésére, segítségére fókuszálnának, és ugye a legnagyobb gond, hogy nincsenek szakemberek, nincsenek pszichológusok, nincsenek fejlesztő pedagógusok, nincsenek meg azok a teljesen hiányoznak azok a szakemberek, akik ezeket valamilyen módon biztosítani tudnák. És hát nyilván a fejlesztésnél még oda is, arra is utálnom kell, hogy
a kismamák megfelelő felkészítése a babavárásra, az egészséges életmódra, hogy visszaszorítható lenne a dohányzás, hogy mi az a tudatos gyereknevelés, vagy tudatos gyerekvárás, ami szükséges ahhoz, hogy egészséges gyerekeket tudjanak nevelni, ez sincs meg. A babamama klubok nem képeznek hálózatot, és a gyerek esélyprogramokon belül fejlesztett biztos kezdett házak sem alkotnak olyan hálózatot, ami minden települést lefedne. Jellemzően a nagyobb településeken van biztos kezdetház, és a legnagyobb szegénység az mindig a vidéken a kis falvakhoz kapcsolódik. És harmadik pontnak azt hittem, hogy mindenképpen kellene, hogy a kormány fókuszáljon a nők helyzetére. És velük aztán tényleg tárgyalni kellene, hogy értse a kormány, hogy mi az, hogy a tudatos családtervezés hiánya, mi az, hogy az el nem érhető fogamzásgátlás, és itt megint az anyagiakra térek ki. Egy létminimum alatt élő nő nem tud arra szánni még egy 600 forintos gumiófszerre sem, nem hogy egy 3000 forintos fogamzásgátlóra, vagy egy spirálra, amiért utazni is kell, hogy föltegyék neki. A szegénységben ezek nem értelmezhetők. Mindenképpen ingyenessé kellene tenni ezt, hogy elérjék, és párosulnia kellene egy olyan felvilágosító, tájékoztató programmal, ami érthetővé teszi ezek számára, a családok számára, ezek számára, a nők számára, hogy dönthetnek arról, hogy mikor szeretnének gyereket vállalni. Azt is látjuk a szegénységben dolgozva, hogy ezeknek a nőknek az egyetlen karriertörténet a főállású anyaság. Vagyis úgy esnek ki az oktatásból, hogy nem szereznek szakmát, sokan éppen csak az általános iskolát fejezik be, vagy az sem, és egyszerűen nem is gondolkodnak abban, hogy ők mint munkavállaló szóba kerülhetnek. Úgyhogy mindig rossz érzés, mikor az ember hallja, hogy olyan munkahelyeket kell teremteni, ahol a kismamák visszamehetnek dolgozni, meg részmunkaidős foglalkoztatás. Teljesen világos, hogy a társadalom egy része számára ezek hallatlanul fontosak, de kellene látni azokat is, akik számára ez teljesen értelmezhetetlen. És még egy dolog van, az a szegénység, ami ma Magyarországon megvan, az két csoportból tevődik össze, ami tapasztalataink szerint. Van egy generációs szegénység, ahol generációk óta ugyanilyen helyzetben, ugyanilyen szocializációval, ugyanilyen átörökítéssel élnek nők, gyerekek, és nőnek bele ebbe a nyomott újra termelő körbe, és van egy lecsúszó szegény réteg, akik most az utóbbi években valamilyen ok miatt, akár ez lehetett egy svájci frank alapú hitel, vagy a gazdasági válság miatt elvesztett munkahely, vagy egy váratlan betegség, kerültek a lejtőre, és csúsztak le tulajdonképpen arra a szegénységi szintre, ahol a generációs szegénységben élők vannak. Azért kell, hogy számoljunk mind a kettővel, mert még az előzőnél teljesen más, összefogottabb, hosszú távú stratégia kell ahhoz, hogy a helyzet változzon. Ez utóbbinál egy gyorsabb segítséggel visszahozhatók arra a szintre, amit a többségi társadalom normális életnek gondol, hiszen itt van tapasztalat arról, hogy mi az a tervezés, mi az a biztos megélhetés, mi az a gyerek felnevelésébe vetett hit. Azt gondolom összegzésül, hogy ma a leszakadó társadalmi csoportok számára nem értelmezhető az a szlogen, ami a kormány 2018-as mondata, hogy ez a családok éve lesz, és hogy a nőkkel kell tárgyaljunk, és a nőket kell partneré tennünk a gyerekvállalás kérdésében. A szegénységet el kellene végre szembenézni, és megnézni, hogy valójában hogy élnek, és milyen esélyük van azoknak, akiket a sors idevetett, és ebben kell, hogy megtalálják a jövőképüket és a boldogulásukat, és ezt ma nem nagyon lehet megtalálni. Köszönöm szépen!